Get ready. A Hadik Irodalmi Szalon fennállása óta igyekszik a kortárs irodalmi művészeti élet történéseire, az új kötetekre, a pályaindulásokra, s egyben a szomorú eseményekre is reagálni. A legutóbbi est is ez utóbbi közé sorolható, hiszen egy költőóriástól, Juhász Ferenctől vettek búcsút. Az emlékest azért is volt különösen személyes hangvételű, mert a Hadik Irodalmi Szalon házigazdája és szervezője nem más, mint Juhász Anna, a költő lánya. Az esten a költő barátai, munkatársai és tisztelői beszélgettek Juhász Annával, de filmjátszások, valamint versek is hallhatóak voltak. A magyar irodalomban Juhász Ferenc egy nagyon különleges helyen van, mert hogy saját egyéni nyelve van. Ez a nyelv nagyon összetett, mert ugye ebben nem csak az irodalomnak volt helye, vagy az ő belső tüzének, hogyha valaki ugye őt ismerte, akkor tudja, hogy ő egy nagyon lángoló egyéniség volt, nehéz ezt most mondani, de hogy ebben a világban benne van, hogyha csak a vendégeket megnézzük, benne van természettudomány, fizika, kémia, matematika, egy olyan fantasztikus érdeklődés az egész világra, amit ő megpróbált nagyon sűrűn megírni. Ma pont a Halott Fekete Rigót vettük elő, ugye az 25 ezer sor, de mégis egy sűrített világ. És hogy mi a titka annak, hogy megélhette azt, hogy ott újra felfedezték a legfiatalabb generáció is, és hogy Grecsó Krisztiántól Pion Istvánig, Sirokai Mátyásig újban megihlette a fiatalokat, ennek az a titka, hogy ő is, meg együtt is dolgoztunk azon, hogy őt eljuttassuk a közönséghez, és az ő üzenete és az ő nyelve igenis univerzális. Idő kell ahhoz, hogy valaki megismerje, de nem csak az ő költészetét, hanem idő kell az irodalomnak. De hogyha ezt az időt megadjuk, akkor azt gondolom, hogy olyan gazdagságnak vagyunk a birtokába, ami nélkül nem igazán tudom, hogy érdemes-e élni. Bartók Béla listán volt, nem lehetett játszani a tilalmat. 54-ben feloldották valahogy, ugye? És akkor a Zeneakadémián volt egy nagy Bartók hangverseny. Ott játszották a kantát, a profánát, ott hallottam én ezt először, ugye? És hogy nem? Hát nem a zene hatására, de nyilván a zenéből és a zene által is megírtam a Szarvassá Változott Fiút. Én azt az rettenetes, folyamatos, mindig jelenlevő, örökké szívemet ököllel verdeső kivágyódást fogalmaztam meg ebben a versben, ami bennem volt, amivel éltem, és ami végül is elhozott a szülőfalomból. Az én versemben nem a tenyészetbe megy vissza a szarvasnak nevezett hős vagy hősök csoportja, ugye? Hanem a tenyészetből megy ki a jövőbe, a civilizációba és máshová a költő. Nem csak az emberiségről, hanem a kozmosznak, a világegyetemnek az egészéről gondolkoztak és próbáltak téziseket és hipotéziseket létrehozni. Tehát a tudomány még gyerekcipőben járt, ugyanakkor Ferenc erre már lényegében egy egész költészetet fel tudott építeni, és ebben a költészetben nagyon-nagyon sok minden benne van, amire szerintem, bocsánat, egy közbevetés, ugye a költészetnek mindig van egy olyan anyanyelve, amelyik anyanyelvhez kötött, tehát le lehet fordítani, de már más lesz ez a nyelv. Tehát a magyar nyelvbe sajnos a magyar irodalom lényegében bele van zárva, de ebben a bezártságban az a mondjuk manapság 13 millió magyar ajkú magyarul írni egy idő, hát 8 éves kortól ugye írni, olvasni is tudó ember, ezt az irodalmat, ezt a költészetet teljes egészében birtokba veheti, ha van ilyen vágya, ilyen elképzelése, ilyen óhaja, és akkor az mindannyiuké tud válni. Még egy ilyen általános megjegyzésre gondolnék futólag. Hát gondolom mindannyian tudjuk, akik olvastuk ennyi-annyi ideje, éve, évtizede Juhász Ferencet, hogy ő rá és az ő költészetére Bartók Béla is nagyon nagy hatással volt. Ahogy hát ez a világon a legtermészetesebb a világkultúra egész szempontjából.
Most ha Bartók zenéjét hallgatjuk, akkor Bartók Bélának vannak olyan zeneművei, amelyek tulajdonképpen talán egészében, vagy legalábbis nagyobb részt természetzenék. Tehát azért akarok erre hivatkozni és utalni, mert ugye Bartók, hát ez nem annyira köztudott, de olvasható róla, olvashatunk róla, hogy Bartók Bélának elképesztően egyéni és mély kapcsolata volt a nem emberi természettel, tehát a növényekkel, a rovarokkal, a tücskökkel, bogarak, stb. És tulajdonképpen ő ezt is zenévé varázsolta. Most ez azért érdekes, vagy azért fontos, mert ez is megint a jelenkorról szól, és a Bartók halála után következő évekről és évtizedekről, hogy Juhász Ferenc ezt is pontosan átlátta és megérezte, hogy az embertől, az emberi személyiségtől és gondolkodástól függetlenül is létezik a természet, tehát magyarán szólva az ember nem ura a természetnek, hanem egyik résztvevője. Ugyanolyan fontos tud lenni a természetzene, az ember, ha úgy tetszik, az ember nélkül megalkotott zene, mint az, amelyik kifejezetten az ember számára készült. És ugye nem akarom az időt rabolni, mert mások is szeretnének még szerepelni. Azt szeretném most röviden lezárva ezt, amit mondok, hogy idéznék Juhász Ferenctől az egyik legtömörebb és talán legrövidebb versét, amelynek teljes terjedelmében is nagyon rövid, hát egy fél perc alatt elmondható a himnusz töredék. Ugye ez egy olyan mű, amelyik, ugye, ha úgy tetszik, teljesen közérthető, semmi rejtélye, semmi költői furcsaság, bonyodalom nincs benne, de benne vannak a legegyszerűbb, a legfontosabb dolgok, és benne van egy olyan világszemlélet, amely ugyancsak korszakos jelentőségű szerintem. Ugye úgy hangzik ez a himnusz töredék, hogy emelt föl fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét, emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás iszonya, emelt föl szívedet, nemzetem, lángoljon a világegyetem. És akkor, ha még annyit hozzáteszünk ehhez, hogy sursum corda, föl a szívekkel, föl a szívvel, akkor ez nincs benne szó szerint Juhász Ferenc versében, de gondolatilag benne van, és azt kell ebből átéreznünk és látnunk, hogy tényleg egyszerre emberiség költő és egyszerre magyarság költő. Hát ez egy nagyon erős kapocs, nem csak ami köztem és édesapám között volt, hanem az egész családunk egy nagyon-nagyon összetartó egységet alkotott. Ezek benne vannak a versekben, pont amit említettem az imént, hogy kitettem egy verset, most éppen hallott Fekete Rigóból egy részletet. Ez azért is érdekes, mert hogy nálunk tényleg elég, hogyha valaki elolvassa ezeket a költeményeket, mert minden benne van. Benne van onnantól kezdve, hogy ő hogy írt, hogy ő hogy jött ki a gyerekszobába, hogy ő hogy ültetett le minket ebédeni, hogy játszottunk este, de egészen addig, hogy ő hogy élt a barátaival, hogy ki volt neki Nagy László, ki volt neki Pilinszky, ki volt neki Tamási Áron, akivel végigjárt a Párizst, és hogy mi volt, minden élménye le van írva ezekbe a versekbe, és hogy egy nagyon sűrű szövésű ember volt ő maga, és ezt a sűrű szövést tette rá ilyen hálóként a barátaira, a szeretteire, és hogy ez a háló nem ereszt, és azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy ez nem is fog elereszteni, mert hogy nagyon-nagyon erős alapot épített a mi családunkban, és hogy ezt szeretnénk valahogy megtartani, és majd mi is továbbadni a következő generációnak. Nekünk ugye nem volt televíziónk, tehát hogy mi nem abban a világban éltünk, ami a dobozban van bezárva, és nem mások életét néztük, és nem más verseit hallgattuk, hanem most halljuk hangosan a Tünovit Zoltánt, ahogy ugye mondja a Szarvasra Változott Fiút. Mi az ő verseit, az ő verseire aludtunk el, mi az ő világát éltük, és hogy ez egy nagyon-nagyon nagy gazdagság. Tehát, hogy ő mesélt, ő talált ki játékokat, amikor befejezett egy-egy verset, akkor kijött az ebédlőből,
élőben leült, és mi mindannyian meghallgattuk. És ez nem csak egy apa-gyerek viszony, ez egy tiszteletteli viszony, de hogy nagyon szerettünk így élni, mert hogy ott lenni a művek születésénél, és érezni a halhatatlanságot egy élő emberben, és ennek ott tanuljának lenni, ez óriási dolog. Szeretem, ahogy mosdatsz, mikor mesztelenül állok a kádban. Ahogy erélyes, gyors kezekkel letörlött testem, ahogy felöltöztetsz. Ahogy szikrázik áldott mosolyod, mint a reggeli nyári harmatkönyv. Vízpetty áll arca, a kerti rózsa összerakott kehely örvényében. Szeretem, ahogy imádkozol. És áldozol a vasárnapi misén, ahova néha én is elkísérlek, hiszen élek még. Veled, és általad. Nem haltam meg a háborús megszállás szolgálatban, és fejemből, szemöldökömből nem hullanak ki a tetvek az asztaldeszkára terített újságpapírra. Mintha érett száraz mággobót felvágva kirázzák a száraz növénytok koponyából a mág szemeket. És azok úgy zörögnek a gyűréstó papíron, mint a jégeső, aminek fehér cukorkéreg bőrén kamaszkoromban korcsolyáztam, s repett hálós érszitává vasfutásom alatt a jég, s én boldog voltam, pedig boldog sose voltam gyerekkoromban. Szeretem, ahogy felnőtt lányait szorongva szeretette, mindig szorongó gond és szorgalom és áhítat, ahogy fiú unokád nevetve nevetni tanítod, ahogy reggel és este gyógyszereimet kiméred, ahogy vércukrom kis vérmérleg géppel leméred, ahogy vérnyomásmérő gumiszallag bilincsét eres csuklomra szorítod, vagy csak fület tapasztod szívem fölé a mellkasomra, vagy kemény újhegyeddel nyomod szent akarattal lila eres csuklomra, ahogy lábam és kezem körmeit levágod. Én meg kiabálok, mint a ruháját bemocskolt gyermek, aki szülei bottal vernek, nádpárcával az anyja. Szeretem, ahogy verseim legépeled az interneten, s azok visszanéznek rám, mint szoptatós újszülött a temetőre, úgy néznek szorongva és émelyegve, mint múlt a jövőre. Szeretlek! Szeretem, ahogy a repülőgépen, a levegőben egy csuklós kapcsán ülve kezemet szorongatod, szemed lehúnyva te, félelem asszony, és nem mersz kinézni a repülő zúgó géptest ovális ablakán, hogy lásd az alattunk elúszó Európát, Macedóniát, Indiát, a hullalila hegyeket és a zöld emberiség tenyészet gyomorsüllyedéses mély csodatájait. Szeretem, ahogy kézen fogva vezetsz az utcán, mint egy vakot. Én meg ott botorkálok, kezedet fogva melletted, mint a nélküled hajléktalanok. Szeretlek, szeretlek, szent asszonyi bőség és dicsőség, 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 dicsőség. Már nem ragaszt lepkeszárnyakat, szitakötő szárnyakat rám, a félelem szégyen. Édesanyám magyar irodalom tanárként egy nagyon szép, több ezres könyvtárat gyűjtött össze, és ott találkoztam még gimnazistaként, a középiskolásként a költészetével. Még akkor igazából nem tudtam ezt hova rakni, csak azt éreztem, hogy elképesztő energiák szabadulnak fel bennem egy-egy sorától. Aztán egyetemistaként meg is tanultam egy szavalóversenyre, de nem volt bátorságom elmondani szarvassá változott fiút, hogy ki ebbe a Színművészeti Egyetemen. Egy film, a Dózsenko stúdiónak egy film, ilyen 50 perces, 40 perces filmpályázatára beadtam egy forgatókönyvet a versből, és akkor le is fordítottam oroszra a verset úgy, ahogy én akkor tudtam, próbálkoztam, meg is nyertem a pályázatot, de aztán a Dózsenkóból elfogyott a pénz, úgyhogy nem jött létre a film, tehát ez egy ilyen hosszú-hosszú történet. 95-6-ban a Beregszállai Színházzal hozzákezdtünk előadás készítéséhez, majd 8 hónapig próbáltunk, és soronként elemezve próbáltuk megszólaltatni ezt a művet, de akkor úgy éreztem, hogy a színészek még nem eléggé
készek vagy, nem tudom, vagy nem tudom őket megszólítani ezzel a verssel. És akkor 96-ban abba is hagytuk, és akkor 2002-ben egy ilyen véletlen eredményeként Gyuláról megszólítottak, hogy csinálnál-e valami egészen különlegeset, és hát mondom, én itt vagyok már lassan 2 évtized ezzel a verssel, és ez valahogy ki kell, hogy jöjjön, de kéne nekem egy nagy színésznő, próbálkozzunk meg, hát én akkor nem ismertem még Törőcsik Marit. Személyesen, természetesen. És akkor megszólítottuk, és hát legnagyobb meglepetésem régen mondott, és akkor elindult a szarvassá változott fiú története már Törőcsik Marival. Játszottuk sokszor, sok helyütt, az egyik legsikeresebb előadásunk sok helyén Európának, Franciaországtól Oroszországig. Nagyon nagy sikere lesz az előadást, aztán Mari beteg lett, vagy ahogy ő szokta mondani, meghalt. Akkor levettük a repertoárról, aztán visszajött az életbe, akkor újra szültük, és hát mai napig játszunk a Nemzeti Színházban. 2 havonta Mari egészségi állapotától függően, mert nagyon igénybevevő előadás, de él ez az előadás. És ennek az előadásnak a rögzítésére szövetkeztünk mi. 5 évvel ezelőtt Szőcs Géza akkor államtitkárként látta az előadásomat a Bárkán, és azt mondta, vegyük föl. Így indult, de aztán, amikor azt mondta, hogy tud 100 millió forintot adni hozzá, ami egy nagy filmhez nem sok, vagy nagyon-nagyon kevés, de egy tévé vagy egy felvételhez meg túlságosan sok, akkor leültünk, összedugtuk a fejünket, és akkor úgy döntöttünk, hogy filmet, igazi filmet készítünk belőle. Elkészült a forgatókönyv mindenkinek. Annyira szívügyévé vált, hogy Törőcsik Mari például lemondott a szállodai szobájáról Debrecenben, és inkább kollégiumban vagy színészházban lakott, hogy egy plusz fél nappal többünk legyen a film elkészítéséhez, és hát tavaly májusban az a csoda történt meg, és az a boldogság, hogy még Juhász Ferenc is láthatta a filmet az Urániában, akkor volt a bemutatója, ilyen forgalmazás előtti bemutató, még mindig szerzőjogokat tisztázgatunk, de remélem, hogy a filmszemlére sikerül minden kérdést lezárni, és végre a művész mozikba, forgalmazásba is kerül. Szóval egy elég hosszú történet ez, és most is tart, és adja Isten, hogy Mari sokáig velünk legyen, és akkor addig ez az előadás létezni fog. Köszönöm szépen. Tegnap a Facebook oldalunkra kitettem egy képet, mert megjelent, én emlékeztető, hogy pont 5 éve volt a Bárkába, amikor ott voltunk együtt, és Zsolt, ti oda mentetek Marival, meg Nellivel, és kivittétek a színpadra aput. Igen, azt hiszem, hogy 2-szer, nem 3-szor látta az előadást. Látta a Táliában, látta Debrecenben, és látta a... Nemzeti, akkor 4-szer látta. És most az jutott nekem eszembe, hogy... És a Bárkában is látta. És viszont az egyik legjobb előadást azt nem láthatta, mert az a Beregszázi Színháznak a nagy termének a... Havatóján volt, és valamiért az egy csodálatos előadás, vagy legalábbis bennem úgy maradt, hogy egy nagyon csodálatos előadás volt. És most az jutott eszembe, hogy ő látta, és nekem van egy nagy emlékem az, hogy mielőtt Mari ugye nagy beteg lett volna, akkor Beregszázba lejátszottuk, az volt az utolsó előadás, mielőtt beteg lett volna, és hát látta az én édesapám. És ez nekem a legfontosabb, hogy ő láthatta ezt az előadást, mert mindegyik tekintve minden beregszázi előadást megnézett, amit mi együtt csináltunk, de hát ez volt a kedvence. Szerintem nem vagyok benne biztos, hogy ő mindent aggyal felfogott, mint ahogy én magam is, amikor játszom, akkor nem vagyok benne biztos, hogy én mindent értek. Én elkezdtem olvasni annak idején, átolvastam az egész, az összes versét, mindenét. Hihetetlen, hát egy őrület, én azt hittem megzavarodok. De ez jó értelemben, mert tényleg valami olyan csoda van belekódolva, ami felfoghatatlan. És ezért én nem is nagyon szeretek róla beszélni, hanem inkább csinálni. Ezért jó ez az előadás, hogy ez van, és mi ezt tudjuk játszani. És akkor nem kell beszélni róla, hanem az ember oda megy, és megpróbálkozik velem, mert ez minden egyes előadás, és maga a film is az volt, hogy ez egy próbálkozás. Nem minden este sikerül
megemelni, de hogyha sikerül, akkor ez egy csodálatos élmény tud lenni. Mert most akkor nem szeretsz róla beszélni, pedig pont azt szerettem volna, hogy azért, hát ha már így együtt vagyunk, annyit mondja Zsolt, hogy itt már elhangzott a képszámok, hogy mióta játszod a fiút, és hogy mi beszéltünk rólad otthon, az előadásról, a filmről, meg rólad is, mert hogy ez a szerep nyilvánvalóan apunak nagyon-nagyon fontos volt. De hogy neked mit jelent, hogyha ilyet lehet kérdezni? Hát nekem úgy az életem, hogy ebben a költeményben nekem minden benne van, ami velem megtörtént a faluban. És ami az a lényeg, ami ott történt. Tehát ami gyerekkorban történt. A többi azok szerintem részletkérdések. És ez amikor mi csináltuk, vagy amikor olvastuk, akkor mindannyian csak az emlékeinket próbáltuk előhozni, és ez nekem az egész gyerekkorom. Tehát ezek a fantasztikus figurák, akik megjelennek, amikor az ember ezt olvassa, tehát nekem a mindenség lényegét tekintve. Tényleg nagy boldogság játszani és vele foglalkozni. Köszönöm, ez már csak egy személyes lezárás, hogy emlékszem, amikor beszéltünk telefonon pár napja, és beszéltünk arról, hogy hol hányan voltak, és hogy van ereje a költészetnek, vagy hogy mennyien, és hogy most ezért jó körülnézni. Fantasztikus. Én nem is értem, hogy kerültem ide, de nagyon, nagyon boldog vagyok. Köszönöm. Most még... Egy mondatot mondanék, milyen fantasztikus, már fantasztikus jelzőt használod. Pontossággal fogalmaztam, amikor először megnézte a Táliában az előadást. Oda mentem hozzá, iszonyú félelemmel és szorongással, bár láttam, hogy tetszett neki tulajdonképpen, amit látott, és örült a sikerünknek. És azt mondta nekem, hogy én az elvágyódásról írtam a versemet, te pedig arról csináltál előadást, hogy visszamennél, de nem tudsz. És úgy néztem rá, mondom, hogy most ezután mi lesz, és mondom, hogy és ez most így baj. Azt mondja, nem, dehogy. És ennyivel le is zárta az egésznek az elemzését, és ennyire pontosan megfogalmazta a különbséget a két dolog között, és annyira nagyvonalú volt tulajdonképpen velünk ilyen értelemben is. Tehát az a szorongás egy másodperc alatt feloldódott, ami bennünk volt, hogy a mester mit fog mondani, és a kis ügyetlenkedéseink. És mindig mosolygott, akárhányszor megnéztem, mindig mosoly volt az arcán, és nem kritizált, nem mondott semmit, hogy most esetleg, mert tudom, hogy hihetetlen mennyiségű hibát követek el a színpadon. Mert annyi minden zajlik még ugye a felső rétegen kívül, a szövegen kívül, hogy egy csomó minden, és egy rengeteg hibát, és soha nem mondott egy rossz szót se, és ezért én nagyon boldog vagyok, mert... Juhász Ferenc kétszeres Kossuth, József Attila, Baumgarten és Préma Primissima díjas költő, a Nemzet Művésze, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 2015. december 2-án életének 88. életévében halt meg. 1928. augusztus 16-án született Bián egy Budapest környéki magyar sváb faluban. Érettségi után beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetemre a magyar szanszkrit szakra. 1947-ben gyári munkása a magyar-francia pamutipari műveknél, majd 48. augusztusában a budapesti József Attila népi kollégium tagja lett, s 1948 őszétől folytathatta egyetemi tanulmányait. Első két verse, az Arany és az Ezüst, a Diárium karácsonyi számában jelent meg. Első verses könyvét a Franklin Társulat adta ki 1949-ben, ugyanekkor rejtve Baumgarten díjat is kapott. 1950-ben a Sánta család című könyvéért József Attila díjat kapott, 51-ben Apám című verséért megkapta a Kossuth díj ezüst fokozatát. 54-ben megjelent korszakos eposza a Tékozló ország, 55-56-ban az Új hang vezető költője lett, aki olyan versekkel jelentkezett, mint például a Szarvassá változott fiú a Szarvasének címen. 1975-76-ban Nobel-díjra terjesztették elő, 71-ben megkapta a Radnóti Miklós díj fődíját, 73-ban újra Kossuth díjban részesítették.
a családi élete idillikusnak volt mondható. 1978-ban feleségül vette dr. Kilián Katalin orvost, házasságukból pedig két gyönyörű kislány született, Eszter és Anna. 2004-ben megkapta a Prima Primissima kitüntetést, 2008-ban pedig a Magyar Örökség díját. Juhász Ferenc egyik leghíresebb verse az 1955-ben írt A szarvasá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, Bartók Béla halálának 10. évfordulójakor íródott, hisz inspirálója Bartók műve a Cantata Profana volt, mely a 9 csodaszarvas román eredetű népi regét dolgozta fel. A versből készült színházi előadás 2003 nyarától Vinyánszky Attila rendezésében a Beregszászi Színház társulatának előadásában látogatható. 2003-ban elnyerte a Bárka Színházi Fesztivál fődíját, a Kisvárdai Magyar Színházak Fesztiválja nagydíját. Az anyát Törőcsik Mari, a fiút, az elvágyódó szarvasfiút Trill Zsolt színművész alakítja. Juhász Ferenc emlékestjén Vinyánszky Attila, valamint Trill Zsolt is emlékezett a költőre.